Sokat hallunk az oktatási rendszer átalakításáról. Ha sikerül jól megoldani, gazdaságunk még sikeresebb lesz, ezért az oktatás kérdése és megújulása stratégiai kérdés, fogalmazott köszöntőjében Dénes Sándor polgármester. És egy gazdaság, és ez legyen a mi országunk, Magyarország gazdasága, vagy éppen városunk Nagykanizsa gazdasága, nagyon fontosnak a fejlődése szempontjából az, hogy milyen is az oktatásunk, milyen a képzésünk, mennyire sikeres, és azok a fiatalok, akik kikerülnek akár az általános iskolából, majd mennek tovább szakképzés irányában, gimnázium irányában, majd a felsőoktatás felé, hogy ők olyan ismereteket kapjanak, amelyek a mai világban elengedhetetlenek és versenyképesek. A megyében működő szakértők, intézményvezetők elsőként Pölöskei Gáborné előadását hallgathatták meg. A Klik elnöke kiemelte, az intézményrendszer átalakítására rendszerhiba, valamint forráshiány miatt van szükség. A legnagyobb feladat az, hogy új intézményt létre kell hozni. Július 1-ével fog megalakulni, egészen pontosan át fog alakulni a Klik. Ennek az eredménye lesz az, hogy létrejön egy olyan központi szerv, ami stratégiát ad és tervez, és létrejön 57 úgynevezett tankerületi központ, amelyek pedig a döntő többségben az operatív munkát látják el. Ezek azok az úgynevezett menedzsment egységek, akik ki fogják szolgálni az iskolákat, mind fenntartás, mind működtetés szempontjából. Az idei évben 91 milliárd, jövőre további 106 milliárd forinttal többet kap a Klik, mellyel az átalakítások és fejlesztések megvalósíthatók. A változások során bővül az intézmények jogköre is, hangsúlyozta a Klik elnöke.